Szerintem mindenkinek megvolt kiskorában az a bizonyos első gokártos versenyjátéka, ami annak ellenére a legemlékezetesebb autóversenyzősdikén maradt meg, hogy sokkal gyermetegebb volt, mint bármelyik korabeli menő autós játék a piros Ferrarikkal és Lambókkal. Lehet persze, hogy azért is, mert a Test Drive-ban vagy a Need for Speed-ben nem lehetett a másikat lelövöldözni menet közben, de ez részletkérdés. A tisztességes gamer a hagyomány szerint ilyenkor leggyakrabban a Mario Kart valamelyik változatára emlékszik vissza könnyes szemmel, de ez a videó se úgy lenne elnevezve, ahogyha itt most a Nintendo klasszikusáról lenne szó. Jó részt amúgy a Mario Kart hatására is, ezek a rajzfilmfigurás gokártos játékok a 90-es években gombamód szaporodni kezdtek, így aztán a Nintendo valamelyik gépével nem rendelkező magamfajta PC-s kölykök adott esetben egész más játékok kapcsán ismerkedhettek meg a műfajjal. Egész sokat játszottunk például a hugommal a Wacky Wheels című játékkal, ami szinte egy-egyben az első Mario Kart receptjét vette át, csak rajzfilmesen megrajzolt állatokkal, de a PlayStation és a Nintendo 64 korszak korai 3D-je valóságos dömpinget hozott a műfajban minden platformra. Így született gokártos játék a Final Fantasy Kokobóival, Crash-el, Mega Man-nel, Muppetekkel, a South Park vagy a Nickelodeon hőseivel, valamint hogy jelen videó tárgyánál maradjunk, természetesen Legókkal is. Közbevetett megjegyzés is akkor a PS2-es konzolgeneráció kártyajátékaiba még csak bele se kezdtem. A LEGO Racers 99-ben látta meg a napvilágot Nintendo 64, PS1, Game Boy Color és PC platformokra, ami még a LEGO számítógépes játékok első virágzásának idejére tehető. Ennek a hullámnak az elindítója a korát megelőző 97-es LEGO Island volt, amiben nem csak hogy volt már lehetőség 3D-ben LEGO autókat vezetni, de egy gyakorlatilag mai értelembe vett open world játék módjára oldhattunk meg küldetéseket, vagy barangolhattunk szabadon. A LEGO, felismerve, hogy a korai 3D bőven elég a nem túl összetett LEGO figurák virtuális megjelenítés, gyorsan további játékok gyártásába is belefogott, amik között a legósaktól kezdve volt RTS és versenyjátékok is, amik közül az első a LEGO Racers volt. Ami igazából ebben a korszakban és ebben a játékban konkrétan szerintem igazán emlékezetes és érdekes, az az, hogy a LEGO ekkor még tényleg teljesen saját termékcsaládok, tematikák és dizájnok mentén készítette a saját márkás videójátékokat is. Vagyis a LEGO Racersben minden karakter, pálya, épített elem egy az egyben a 96-98 tájáról az aktuális LEGO katalógusból lépett elő, kezdve a friss egyiptomi kalandoros, hősös, múmiás vonallal, a maszkos, festett arcú benszülöttekkel, az éppen aktuális UFO variánssal, vagy az épp ekkortájt megújított boszorkányos, sötét uras középkoros vonallal. Minden pálya más és más szettből lett összerakva, ahogy az autók is. Minden mini bajnokság során van egy bajnok, akit le kell győznünk, hogy elnyerhessük a kocsiját, pontosabban az egyre jobb és jobb alapokat, valamint a hozzájuk tartozó szettet. Azaz mindjárt az elején a kalózkapitányt legyőzve megkapjuk a kalózos autót, valamint a hozzátartozó LEGO darabokat, amikből aztán a Build menüben teljesen személyre szabott autót hozhatunk létre. Mindez persze csak esztétikai tuning, de annak idején elképesztő mennyiségű időt képes voltam eltölteni egy-egy ilyen masina létrehozásával. LEGO alter egónkat szintén a folyamatosan bővülő szedből hozhatjuk létre, sőt még jogosítványt is létrehozhatunk főhősünknek megfelelően kemény arckifejezéssel. A játékmenet egyébként a kártjátékok hagyományát követi, vagyis rójuk a köröket és power-upok felszedésével szerezhetünk megkérdőjelezhető előnyt a többiekkel szemben. A power-upok között találunk támadóakat, védőpajzsokat, csapdákat, valamint turbókat, amiket a játék annyival csavar meg, hogy fehér kockák gyűjtögetésével 3 fokozatban növelhetjük is ezek hatásfokát. Így felfejleszthetjük az ágyugújót rakétazáporrá, a védőpajzsot sebzésre alkalmassá, az olajfoltot inverz irányítást megidéző gátokká, a turbót pedig előre teleportálássá, amikkel amúgy muszáj is mind élni, mivel a játék még ma is elég nehéznek számít. Őszintén szólva fogalmam sincs, hogyha ezt gyerekeknek szánták, hogyan lehet, hogy még több éves játékos rutinnal és magának a játéknak és a titkos útlevágásoknak az ismeretével is néha ennyire küzdeni kelljen, de töredelmesen bevallom, a kb. Másfél órás végigjátszás így is azért néha megizzasztott. Minden mini bajnokság főellensége rendelkezik valamilyen kedvenc képességgel, így némelyik állandóan pajzsot gyűjt, másik állandóan lelődöz mindenkit. Az utolsó főellenség, Rocket Racer pedig arcátlanul begyűjti magának a fehér kockákat és úgy teleportál, mintha nem lenne holnap. Nála szerencsére még amúgy megoldható, hogy adott futamot újraindítsa az ember, mivel az utolsó bajnokság már csak abból az egy darab versenyből áll, a többi pályán viszont kizárólag a teljes 4 pályás szezon újraindítása áll rendelkezésünkre, ami azért a messze nem tökéletes irányítás miatt nem picit kiszúrás. Ettől függetlenül félreértés ne essék, a játék szerintem ma is nagyon élvezetes, de azért érdemes rá felkészülni, hogy nagyjából 20 éves, és a maga idejében sem volt a hibátlanság csúcsa. A hangulata viszont a vidám zene, a taktikus és mókás versenyzés, na meg a kiskoromból ismerős eredeti LEGO szettek miatt továbbra is tökéletes. Sajnos nem sokkal ezután, ahogy maga az anyacég, ugye a LEGO videójátékokat gyártó stúdiók is elég nehéz éveken mentek át. A cég szinte a csőd szélére került a 2000-es évek közepére, és végül erről a pontról jött vissza újra a legnagyobbak közé. Ez viszont azért szükség volt arra is, hogy
a cég a saját tematikájától a bevált franchise-ok legósítása felé mozduljon el. Innentől kezdődött a Lego Star Wars, Gyűrűk Ura, Indiana Jones, Harry Potter, Marvel, DC és a többi ismert franchise eluralkodása a fizikai és a videójáték Lego között is, ami anyagilag és közönségsiker tekintve mindenképp jó irány, de azért szerintem a Lego Minecraft-tel tényleg újra elértek egy mélypontot, csak ezúttal identitásvesztésben. Viszont szerencsére a Lego Movie sikerével elkezdtek visszatérni a tisztán Lego tematikájú játékok is a repertoárba, de ebben a másodvirágzásban már nincs nagyon helye a régi szetteknek, ami amúgy talán így is van rendjén, annak akkor volt meg az ideje. Emiatt aztán a Lego Racers is gyakorlatilag legális formában beszerezhetetlen. Nekem még megvolt a régi lemezem, arról gond nélkül fel is tudtam telepíteni, de láttam a játékot letölthető formában Abandonware oldalakon is. Az elindításhoz egy minimálisan trükközni kell, de szerencsére nem túl bonyolult, a videó leírásában megtaláljátok az első szükséges infókat. Onnantól már gond nélkül használható, sőt még a No-Name USB kontrolleremet is felismerte automatikusan, bár a régi kedvenceknél én azért ragaszkodom a jól megszokott billentyűzetes irányításhoz. Szóval aki hozzám hasonlóan a régi Legók nagy kedvelője és szintén csak limitált számú Legóból próbálta reprodukálni a klasszikus katalógusokban látható szuper építményeket és autókat, annak itt a lehetőség, hogy nem csak megépíthesse, de a régi katalógusok világában akár vezethesse is saját Legó gépét. Ez egy örök darab, tényleg bármikor elővehető. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon!